lézengenek, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon, ezen a mai estén, aminek a vendége Barta Zoltán egyetemi tanár a Biológia Intézetből. Hát először is nagyon örülök, hogy Zoli elfogadta ezt a felkérést. Régóta próbálom bekeríteni, régóta próbálom rávenni arra, hogy tartson egy előadást. Ennek egy picit az előzménye az, hogy én a Szaporos utcán laktam, ez nem teljesen ide tartozik, és a kapuban mindig láttam, hogy vonulnak tömegesen a bodobácsok, és mindig nagyon óvatosan próbáltam bejutni, hogy nehogy eltapossak közülük egyet-kettőt, és akkor egyszer csak, amikor ekkor helyettes voltam, megtudtam, hogy az egyetemen van egy bodobácsos ember, aki akkor tájt közölt Nature-ben, vagy a valamelyik nagyon rangos folyóiratban. A közleménynek... Egészen elképesztő módon gazdag profilja van az állati viselkedésnek, az állati viselkedés sokféleségének ezek között a bogarak között is. Ugye én mindig egy homogén masszára tekintettem őket, soha meg nem fordult a fejemben, hogy két bodobács az tényleg két különböző bodobács. Tehát nincs köztük két egyforma, mint hogy az emberek között sincs két egyforma. Úgyhogy körülbelül ilyesmikről fogunk a mai alkalommal hallani, ennél persze sokkal precízebben és pontosabban. Úgyhogy mielőtt az előadásra sor kerülne, egy pár szóban hadd mutassam be a mai vendégünket. Barta Zoltán a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen végzett biológus szakon 1991-ben. Aztán tulajdonképpen szerintem nagyon dinamikusan haladt előre a pályáján. 1996-ban szerezte a PhD címet, 2003-ban habilitált, és 2007-ben lett az MTA doktora, 2010-től egyetemi tanár, tanszékvezető a Biológia Intézetben. Tulajdonképpen ezzel párhuzamosan összehasonlítottam, három gyerek édesapja, nagyjából a tudományos fokozatokkal egy időben születtek ezek a gyerekek, aztán 96-ban a PhD, 97-ben az egyik gyerek, 2001-ben a következő gyermek, nem tudom, hogy fiú vagy lány, 2003-ban volt a habilitáció, és 2006-ban a harmadik, és 2007-ben a tudományok doktora cím. Tehát ezek úgy együtt történtek a családban, és ez mutatja, hogy igen, lehetséges tudományos munkát és tisztességes családi életet párhuzamosan együtt folytatni, végezni, amire nagyon sok példa van itt a Debrecen Egyetemen, tehát nem mondhatom azt, hogy Zoli ebből a szempontból kap tojás vagy példa nélkülálló. A pályája során számtalan külföldi ösztöndíjat, tehát először is az egyetem elvégzése után MTA doktori ösztöndíja, doktori képzésbe került ide Debrecen Egyetemen, aztán kutatóhelye az itt volt Debrecenben, csak az ösztöndíjat kaptad az MTA-tól, 96-ban lett ennek az eredménye a doktori, a PhD cím. Ezt követően posztdoktori ösztöndíjakkal és számos egyéb ösztöndíjjal Magyarországon többféle ösztöndíj birtokosa volt, Bolya János kutatási ösztöndíj, kétszer Békési György posztdoktori ösztöndíj, Öveges ösztöndíj, stb. Ugyanakkor a Soros Alapítvány támogatásával, a külföldi egyetemek posztdoktori ösztöndíjának az elnyerésével, ha jól láttam, három fő intézményben voltál ösztöndíjas, hát ezek közül kiemelkedik a Bristoli Egyetem, ahol összesen 4 évet töltött Zoli, de egy kanadai egyetemen a Concordia Egyetemen töltöttél el még hosszabb időt, és még egy egyetem jön szóba, ez a belezavarodtam. A Bristol mellett még egy egyetem jön szóba. Ennyit tudok egytelen elmondani, de... Igen, a doktorandusainak a száma, a vélet doktorandusainak a száma 3, de pillanatnyilag 5-en is az irányítás alatt végzik a munkájukat. Úgy képzelem, hogy egy nagyon aktív kutatócsoportról lehet szó, hiszen a legutolsó időszakban, 2014-ben, 2012-ben Zoli elnyerte az MTA lendület kutatócsoporti, megnyerte a lendület kutatócsoporti pályázatát, és ennek keretében azt hiszem, hogy 2 lendület kutatási pályázatot nyert el abban az évben az egyetem, szóval ez egy kiemelkedő esemény volt. Ennek keretében egy kis kutatócsoportot szervezhetett, és gondolom, hogy ezek a doktorandusok ennek a kutatócsoportnak a tagjai. Tehát egy nagyon aktív, nagyon dinamikus kutatói tevékenység eredménye, és hát persze összegszerűen azt hiszem ez a kutatási pénz, amit erre adományozott az MTA, összességében meghaladja az összes addig nyert kutatási pénz teljes összegét. Remélem, hogy ebből tényleg
jut is, marad is, tehát úgy értve, hogy a Debrecen Egyetem is ennek egy kedvezményezettje, ezek a kutatási pénzeknek nagyon sok kutatási eszköz beszerzése történik mindebből, állások létesülnek, tehát a végzett hallgatókat nem kell elengedni, lehetőségük van bekapcsolódni kezdetben a tudományos munkába, és aztán ezt itt folytatni a Debreceni Egyetemen. Megadnám a szót ezek után, még egy adatot mondanék el, Zolit publikációjának a száma körülbelül megközelíti a 100-at, hivatkozásainak a száma pedig eléri a 2000-et. Ez is mutatja tehát, hogy egy fiatal kutatóról van ugyan szó, de már is érett kutatási tudományos teljesítmény birtokában van. Nagyon remélem, hogy későbbi sikereknek majd még együtt örülhetünk. Mindenesetre a mai alkalommal megkérem Zolit, hogy az egyedi sokszínűség evolúciós hatásai címmel tartsa meg az előadását, és hát én nagy várakozással tekintek, és remélem, hogy mindazt, amit eddig felszínes ismereteket szereztem ebből a témakörből, azok most egy picit pontosabb ismeretekké válnak majd. Én köszönöm szépen a részletes bemutatást. Egyetlen megjegyzés, hogy az, hogy én itt állok a három gyerekkel a hátam mögött, és elértem valami eredményt, az azért a feleségemnek nagy mértékben köszönhető, tehát ez a ő közreműködése nélkül ez nyilván az nem működött volna, amit ő beletett a projektbe. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és tényleg megpróbálok közérthetően, vagy remélem, hogy közérthetően beszélni. Ami fontos lenne, hogy hajlamos vagyok halkan beszélni. Tehát, hogyha valaki nem hallja, akkor szóljon nyugodtan, és próbálok rákapcsolni. A másik pedig, hogyha nem világos valami, akkor megint csak nyugodtan szóljanak, és akkor megpróbáljuk tisztázni a dolgokat. Először, hogy miről lesz szó, egy pár dián keresztül elmondanám, hogy mi a szűkebb szakterületen, tehát mi ez a viselkedés ökológia, és néhány szóban tényleg a csoportomról esne egy kis szó. Utána megnézzük, mi az a szociális evolúció, mit nevezünk szociális evolúciónak, megnézzük, hogy a változatosság az miért megkerülhetetlen az evolúció vizsgálatában. Ezt bővebben boncolgatjuk, hogy a változatosság hogyan hat a kooperáció evolúciójára, és végül a konklúzióval zárnánk. Tehát mi is ez a viselkedés ökológia? A viselkedés ökológiának van egy úgynevezett centrális dogmája, ezt feltételezzük, tehát ezt nem vizsgáljuk, nem kérdőjelezzük meg, és ez azt úgy szól, hogy a természetes szelekció révén a szaporodás sikert maximalizáló egyedek terjednek el. Tehát olyan viselkedések megjelenítését, vagy megjelenésére számítunk, ami növeli az egyed túlélését, az egyed szaporodási sikerét. És amit kérdezünk, amit vizsgálunk, hogy egy adott viselkedés, az hogyan járul hozzá ehhez a fitness maximalizációhoz. Tehát miért jó az például, hogy a madarak szárnya az ilyen hosszú és megfelelő keresztmetszetű, vagy miért jó az, hogy a verebek csoportosan táplálkoznak, a harkályok pedig egyedül táplálkoznak. Mi ennek a különbségnek az oka, hogyan maximalizálja a szaporodási sikert az adott viselkedés az adott fajban. Maga a viselkedés ökológia, tehát tulajdonképpen ennek a centrális kérdésnek a vizsgálatát tűzik célul, ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a viselkedés adaptív értékének a vizsgálatát csináljuk. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott viselkedés az hogyan járul hozzá a fitness maximalizációhoz, vagy szaporodási siker maximalizációhoz. Erre egy példa, miért énekelnek a madarak? Ugye a centrális dogmából adódik, azért énekelnek, hogy növeljék a szaporodási sikereket. Sikerüket. Azok a madarak, akik nem énekelnek, azok kisebb szaporodási sikerrel fognak rendelkezni, kevesebb tojást kapnak, vagy kevesebb tojásnak lesznek az apjuk, míg azok, akik énekelnek, azok több tojást rendelnek. Ez viszont egy triviális megoldás, az a centrális dogmából következik, amit feltételezünk, tehát amit nem vizsgálunk, és amire kíváncsiak vagyunk, hogy az milyen viselkedési módokon, hogyan valósul meg az, hogy az ének növeli a szaporodási sikert. Tehát például lehet egy lehetséges opció lehet az, hogy az éneklő hímek azok elősegítik a teritorium foglalását, fenntartását, és hogyha jó teritoriumot tudnak foglalni, akkor mi a szaporodási sikerük. Egy másik lehetséges opció, hogy az éneklő hímek azok könnyebben szereznek fát, mert az ők esetben preferálják a változatosabb éneklő hímeket, és ezen keresztül nő a szaporodási siker. Tehát erre vagyunk, ezt vizsgáljuk, hogy a viselkedés, milyen viselkedési jellegen keresztül történik a szaporodási siker növekedése.
Jó, néhány szó a viselkedési ökológiai kutatócsoportról. Ez a csoportnak a weboldala, hál' Istennek elég sokan vagyunk, viszonylag nagy csoport van. Amivel foglalkozunk, tehát viselkedési ökológusok vagyunk, viselkedési adaptív értékét vizsgáljuk elméleti modelleken keresztül, kooperáció, optimális éves viselkedés. Egyebeket, amint megpróbáljuk tesztelni ezeket, empirikusan tesztelni ezeket a modelleket, mind tényleg gyakorlati kísérleti munkával, mind pedig az úgynevezett filogenetikai összehasonlító módszerekkel. Jó. Nézzük meg, hát kezdjük ezek után a szakmai részt, nézzük meg, mi ez a szociális evolúció. Tehát az előbb láttuk, hogy a feltesszük, az alapfeltevésünk az az, hogy az életnek az egyik meghatározó alapelve az a természetes szelekció. Tehát olyan jellegeket vizsgálunk, ami a természetes szelekció révén jön létre, ezek adaptív jellegek, és maximalizálják a fitness. A természetes szelekciónak két esete lehetséges, az egyik, amikor a fitness az csak a saját viselkedéstől függ, ez a közönséges szelekció. Tehát ide tartozik például az, hogy a madarak szárnyának a keresztmetszet az például egy nagyon finoman, nagyon optimálisan megalkotott repülési profilt alkot. Itt ebben az esetben az, hogy a madár milyen jól tud repülni, az csak a saját szárnyától függ, a saját viselkedésétől függ, függetlenül attól, hogy a többiek mit csinálnak. Hogyha egy kicsit rosszabb szárnya van, akkor rosszabbul fog repülni. Ezzel szemben van egy másik opció, amikor a fitness, a szaporodási siker, az mások viselkedésétől is függ. Ezt hívjuk szociális szelekcióban. Ez tipikus példa az például, hogyha két szarvas bika verekszik egymással, akkor az, hogy az egyik bika győz, az nem csak attól függ, hogy ő milyen erős, vagy milyen viselkedést használ, milyen stratégiát követ, milyen taktikát követ, hanem függ attól, hogy a másik milyen erős, és az milyen stratégiát követ. Tehát mind a kettő viselkedése befolyásolja a fokális egyedülnek a szaporodási sikerét. Szociális szelekcióba tartoznak csapatos élet, tudatgondozás, kooperáció dolgai. Rengeteg szociális viselkedést ismerünk, itt van egy példa, baktériumoktól, madarbogarakon, emlősöken keresztül, akár az emberi. Nem hiába mondta az evolúciónak az egyik ma élő legnagyobb klasszikusa Robert Rivers, hogy everybody has a social life, és mindenkinek van társas élete. Az egyik legérdekesebb társas viselkedés az a kooperáció. A kooperációnak a definíciója nagyon szigorú, nagyon jól meghatározott a viselkedés ökológiában. Kooperatív viselkedésnek nevezünk minden olyan viselkedést, ami költséges, tehát van egy célköltsége az egyedek számára, viszont egy másik egyed sikerét növel. Tehát az egyed fizet egy költséget, és ennek fejébe egy másik egyed jól jár, tehát növeli a szaporodási sikerét. Ez nyilván elterjedhet, hogyha a haszon, a másik egyet használ, az nagyobb, mint a költség. A gond a kooperatív viselkedéssel, ezt majd részletesebben is megvizsgáljuk, most csak elején egy pár szóval, hogy ez egy rizikós viselkedés, ugyanis hogyha én segítek valakit, akkor ő jól jár, de én fizetem a költséget. Ez akkor oké is, hogyha az a másik, akit megsegítettem, az visszasegít. Mert akkor én is részesülök a nyereségből, és hiába fizettem a költséget, a nyereség az nagyobb, mint a költség, tehát alapvetően jobban járni mind a ketten, ha visszasegítem. Akkor itt az a lényeg, hogy ha, tehát a csalás megjelenhet, emiatt ez egy rizikós viselkedés. Néhány példa kooperatív viselkedésre, ez például egy baktériumfaj szaporító képlete. Ezek a baktériumok trágyacsomókon élnek, és amikor a trágyacsomók elkezdenek kiszáradni, akkor ilyen szaporító termőtestszerű képződényeket hoznak létre. A trükk ebben az, hogy csak azok a sejtek szaporodnak, akik ezeket a termőtesteket hozzák létre. A termőtest szárakat létrehozó sejtek, azok elpusztulnak és kizáródnak a későbbi szaporodásból. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a sejtek, ezek tulajdonképpen feláldozzák saját magukat azért, hogy a többi sejt tovább szaporodhasson. Egy másik jó példa a Pseudomonas aeruginosának az esete. Ez, ha jól tudom, ez a tüdőgyulladások okozó baktérium, de ez egy nagyon gyakori baktérium, főleg talajban található meg. És jellemző rá, hogy úgynevezett sziderofor molekulákat választ ki, amivel a vasat oldhatóvá tesz és fel tudja venni. Nagyon nagy szüksége van a vasra, tehát fontos, hogy ezt a sziderofort ezt termelje. A sziderofor termelő baktériumok a színe az egy ilyen enyhén zöldes színű. Vannak viszont olyan baktériumok, olyan egyedek, akik nem termelik ezt a sziderofort.
Ezek az egyedek, akik nem termelnek ilyen vegyületet, ezek ugyanúgy hozzájutnak a többiek által termelt szideroporral felszabadított vashoz, anélkül, hogy fizetnék a szideropor termelésnek a költségeit. Tehát itt vannak a kooperatív egyedek, akik befektetnek az úgymond a közös jóba, a közjóba, termelik a szideroport, vasat szabadítanak fel, vannak viszont csalók, akik nem járulnak hozzá a közös jóhoz, viszont használják. Tehát ugyanaz, mint az emberi társadalom, hogy ugye vannak a jogadófizetők, és vannak az adók nem fizető egyedek. Az adók nem fizető egyedek ugyanúgy használják az utakat, az iskolákat, mint az adók fizető egyedek. Tehát a baktériumoknál is megjelenik az ereszlet. Egy másik hasonló rendszer, ez most már eukarióták, tehát magasabb rendű élőlények, ezek amőbák, úgy hívjuk őket, hogy szociális amőbák, így élnek a talajban, amikor egyedül vannak, ha viszont a talajban csökken a táplálékszint, akkor összegyűlnek, és ők is ilyen termőtestszerű képződményeket hoznak létre. Megint csak a szárat alkotó egyedek, azok elpusztulnak és nem vesznek részt a szaporodásban. Kimutatható, hogy vannak populációkban úgynevezett csaló mutánsok, akik aránytalanul nagy részben szerepelnek, vagy jutnak be a termőtestbe, és vannak, akik a többiek nyilván, akik nagyobb részben vannak a szárban. Egy másik érdekes tulajdonsága ezeknek a baktériumoknak, nyálkagombáknak, amőbáknak, hogyha kevés a táplálék, akkor összegyűlnek, és ilyen makroszkópikus méretű, úgynevezett pseudoplazmódiumot hoznak létre. Ez úgy néz ki, mint egy nagy mesztelen csiga, vagy a amőbákhoz képest, és ezek a egyedek, tehát tulajdonképpen összeállnak majdnem egy többsejtű élőlényé, és ez által nagyon gyorsan ki tudnak mászni például egy már ki zabált táplálékfoltból, és keresnek egy új táplálékfoltot. De hogyha már itt tartunk, a maga a többsejtűség kialakulása is tulajdonképpen egy kooperatív viselkedés, ugyanis ahol például ez a volvokál az algáknál látható, ezeknél a már magasabb szerveződés mutató fajoknál a kisméretű, úgynevezett szomatikus testek, azok sejtek azok nem szaporodnak, feláldozzák magukat nagyméretű reproduktív sejteknek a tovább szaporodásáért. Tehát az, hogy mi itt vagyunk többsejtű élőlények, ez tulajdonképpen megint annak arra vezethető vissza, hogy valamikor úgynevezett nagy átmenet idején létrejött ez a kooperatív dolog, amit ma a testnek hívunk. Vannak az EU szociális társadalmak, amelyek nagy mértékben nagyon jó példái a kooperatív viselkedésnek. Hogyha EU szociális társadalomról beszélünk, akkor általában a biológusoknak legalábbis a hangyák, méhek, darazsak jutnak az eszükbe. Tehát például egy méh kars az egy tökéletesen szervezett társadalom, ahol a királynő szaporodik, a dolgozók a sterilek, tehát nem vesznek részt a szaporodásban, hanem csak annak érdekében dolgoznak, hogy a királynő minél több utódot tudjon gyártani. Kevésbé ismert, hogy az emlősök között is van egy eu-szociális faj, ez a csupasz turkáló, vagy hívják csupasz földi kutyának is, Dél-Afrikában, sivatagos területeken él, a föld alatt járatokat ásnak, és itt van a királynő, ami néha kétszer-háromszor nagyobb, mint a dolgozó. A királynő az csak szaporodik, van egy király is a kolóniákban, míg a dolgozók azok tulajdonképpen nem csinálnak más, mint ezeket a járatokat ássák, és összegyűjtik a táplálékot, amivel utána eltetik a királyt és a királynőt, viszont már megint nem csinálnak más, csak szűnik az újabb és újabb dolgozókat. Madaraknál megfigyelt egy érdekes viselkedés, hogy nagyon sokszor a nem ragadozó madarak, hogyha feltűnik egy ragadozó madár, akkor elkezdik támadni ezt a ragadozót. Megfigyelték azt, hogy nyilván, hogyha a ragadozó feltűnik egy madár fészkénél, akkor a fészek tulajdonosa kezdi a legintenzívebben támadni a ragadozót. Megfigyelték azt, hogy más szomszédos távolabbi fészekből is jönnek a tulajdonosok, és segítenek elűzni a ragadozót. Nyilván ez nem veszélytelen, de az érdekes dolog az az, hogy a madarak emlékeznek arra, hogy ki segített kit. Tehát, hogyha egy olyan madár fészkét támadja a ragadozó, aki korábban nem segített a társainak előzni a szomszédos fészkeknél a ragadozót, akkor őt nem segítik vissza. Nyilván a természetben ez nagyon ritkán fordul elő, de az ember azért leleményes, tehát azt úgy csinálták, hogy elzárták ezt a szegény egyedet, tehát berakták egy kalitkába, kiraktak egy ragadozó modellt a másik fészekhez, és akkor nyilván aki el volt zárva, az nem tudott menni segíteni a többiekhez.
És amikor megfordították a dolgot, elengedték a bezárt madarat, kiraktak az ő fészkéhez egy ragadozó makettet, akkor a többiek nem jöttek segíteni. Mert egyszerűen ő nem ment, akkor mi se jövünk. Tehát nagyon emlékeznek, és oda-vissza a kölcsönösségi alapon történik a segítség. Hasonló dolog történik a vérszakó vagy vámpirda nevéreknél. Ezekről tudni kell, ezek Közép-Amerikában, illetve a Texas USA déli részén élnek. Nagy testű, legelésző emlősöknek a vérét szivogatják, tehát megsebzik a hámot, és a picsorgó vért nyalogatják fel. Ami nagyon fontos az ő esetükben, hogy egy denevér az 2-3 éjszakánál többet nem bír ki táplálék nélkül. Tehát, hogyha 2-3 éjszakáig nem jut vérhez, akkor elpusztul. És ezeknél figyelhető meg az, hogyha egy egyed az jól lakott, tehát talált egy patást, teleszívta magát vérrel, és a kolónián az éjszak vagy nappalozó helyen találkozik egy olyan egyeddel, aki nem jutott táplálékhoz, mert valami miatt nem volt szerencséje, akkor ő megetette ezt az egyedet. Tehát vértöklönt össze, és akkor megetette a többieket, a másikat. Itt is kimutatták azt, hogy ez a segítés sokkal nagyobb valószínűséggel fordul elő olyan esetben, hogyha egy olyan egyedet kell megetetni, aki korábban már segítette a fokális egyedet. Tehát ők is számon tartják azt, hogy ki, mikor, kinek segített, és annak alapján segítek vissza az egyedeket. Sokan nem gondolnak arra, de az utódgondozás tulajdonképpen az is egy kooperatív viselkedés, ugyanis az utódgondozásnak definíció szerint van egy jelentős költsége. Korábban azt gondoltuk, ugye, hogy a hím és a nőstény között egy harmonikus kapcsolat van. A probléma ezzel az érveléssel az, hogy a nyeresség, tehát az utód, a felnevelt utód, az közös. Mindenki részesedik belőle, mind a két szülő részesedik belőle. A költségeket viszont csak az a szülő fizeti, aki ténylegesen gondozza az utódokat. Tehát, hogyha egy apa az úgy dönt, hogy ő lelép, és keres egy másik párt, egy másik nőt, és azzal újra gyerekeket hoz létre, viszont az előző felesége az ott marad, és tovább neveli a gyerekeket, akkor az apa hiába lelépett, nem vesz részt a gondozásban, ő mégis részesedik ebből a nyereségből, a felnevelt gyerekekből, nyilván biológiai nyereségből, annak ellenére, hogy nem gondozott. Tehát egy nagyon erős érdekellentét van a két nem között, és ennek az egyik kooperatív megoldás az, amikor a két szülő az együtt marad és közösen nevel az utódot. Az állatvilágban elég gyakori az, hogy ez nem történik meg, hanem az egyik szülő az belé. Az általában a hímek, de vannak olyan fajok, ahol a nőstények lépnek le, és az ott maradó hím növel. Tehát az utódgondozást is vehetjük egy kooperatív viselkedésnek. És nyilván a legkooperatív faj maga az ember, ez egy 1.800.000 éves koponya, Grúziában találták, manisi lelőhelyen. Ami különleges ennél a koponyánál az az, hogy nincsenek fogai, ez még viszonylag előfordul a őskori leleteknél, de a lényeg az, hogy a fog helyek sem látszanak, tehát begyógyultak ezek a foghelyek, ami azt jelenti, hogy ez az ember ős, ez a hominida, ez valamikor több évet élt fogak nélkül. Tehát egy olyan környezetben, ahol még valószínű még tüzet sem használtak, és ő valószínűleg csak úgy maradhatott életben, hogy a társai azok segítették, vagy megengedték azt, hogy az olyan táplálékot fogyassza, mint agyvelő vagy csontvelő, amit fogak nélkül is el tudott fogyasztani. Tehát ez a legkorábbi utalás arra, hogy az ember az nagyon korán elkezdett kooperatívon viselkedni. Ezt alátámasztja az is a mostani vadászó-gyűjtögető népeknek a vizsgálata. Ilyenek például a hadzák, akik Kelet-Afrikában élnek, szavannákon. Ebben az esetben, hogyha egy férfi egy zsákmányt ejt, akkor a húst azt megosztja a csoport többi tagjával. És nem csak rokonokkal történik az osztozkodás, hanem a csoportban lévő teljesen nem rokon egyedek között is. És nyilván a modern, tehát a mi életünkben számtalan példája van a kooperációnak, véradása tipikus esete, vagy maga a Wikipédiának a fejlesztése, az megint egy kooperatív viselkedés, ugyanis a szerkesztők azok nagyon sok energiát fektetnek abból, hogy a Wikipédia az működjön, és nyilván teremtenek ezzel egy közjót, amit utána mi többiek tudunk használni. Tehát rengeteg példánk van a kooperációra, viszont a kooperációval van egy nagy probléma,
legalábbis evolúcióbiológiai szempontból, mégpedig az, hogy igaz, hogy a kooperatív egyedek azok sikeresebbek, mint a nem kooperatív egyedek, viszont a kooperatív egyedek között a csalás a legsikeresebb stratégia. Tehát hogyan terjedhet el, vagy hogyan maradhat fent a kooperatív viselkedés, hogyha a csalás az sokkal jobb, mint a kooperáció. Hogyha csak egy sima populáció modellből indulunk ki, kiindulunk a kooperációból, hogyha ebben a populációban megjelenik egy csaló egyed, akkor az nagyon gyorsan elterjed a populációban, míg a végén csak csalóból fog állni a populáció, annak ellenére, hogy az átlagos szaporodási siker, az átlagos fitness csökken ennek a folyamatnak a révén. Amíg van kooperatív egyed, addig a csalók jobbak, tehát terjedni fognak, mert mindig a relatív nyereség az, ami fontos. Ezt már Charles Darwin is felismerte, és azt mondta, hogy a kooperáció magyarázata az tulajdonképpen az ő természetes szelekciós elméletének a legfőbb próbaköve. Tehát, hogyha a természetes szelekció képes magyarázni a kooperatív viselkedést, akkor az egy jó elmélet, hogyha viszont ezen megbukik, akkor az egész elméletét ki kell hajtani. Hát a kérdés az az, evolúcióbiológiában az egyik fő kérdés, hogy hogyan lehetséges mégis kooperáció, hogyha a csaló nagyon jól járna. Ennek a problémának a megoldására számos mechanizmust találtak ki. Az egyik a rokon szelekció, amit William Hamilton hozott a köztudatba még 1967-ben. Hamiltonról tudni kell, hogy sajnos már nem él, hogy tulajdonképpen ő darázs taxonomusként kezdte a pályáját, és utána az egyik legnagyobb elméleti biológus lett. De elméleti biológiai munkássága mellett nem hagyta abba a terepi vizsgálatokat. Itt például éppen a Kongó folyón hajózik, aminek során kapott egy olyan fertőzést, amivel végül is meghalt. Egy másik kedvenc történetem róla az az, hogy a Amazonason vett részt egy expedíción, és megcsípte egy darázs, és akkor a társai tréfálkoztak rajta, hogy na, milyen érzés az, hogyha egy olyan állat csíp meg, aminek még tudod is, ha nevét. Erre Hamilton azt mondta, hogy hát ez elég rossz érzés, de az még rosszabb, hogy egy olyan darázs csípett meg, amit rólam neveztek el. Tehát egy nagyon jó taxonomus volt, és ennek egy nagyon jó rokonszelekció. Hogyan működik ez a rokonszelekció? Ez például a floridai bozótszajkóknál megfigyelhető jelenség. Ezeknél a madaraknál általános, hogy egy fészekalj fiókát az nem csak két szülő nevel, tehát nem csak az apa és az anya, hanem ott maradt, előző költésből ott maradt fiú utódok is részt vesznek a nevelésben. Ugyanis ezeknek a úgynevezett segítőknek a jelenléte jelentősen növeli a pár szaporodási sikerét. Miért van ez? Miért fordul ez elő? Nyilván ezek az egyedek, ezek rokonai a párnak, saját utódaik, csak egy korábbi fészekaljból, és ezek a segítők, ezek ugyanúgy rokonsági kapcsolatban vannak az éppen nevelt fiókákkal is. Okay. És hogyha ők növelik az éppen nevelt fiókáknak a szaporodási sikerét, akkor azzal tulajdonképpen a saját szaporodási sikerüket is növelik, mivel a génjeiknek elég nagy része az közös. Tehát egy génnek tulajdonképpen mindegy, hogy úgy próbál el, vagy úgy terjed el a populációban, hogy az közvetlen utódokon keresztül nő az aránya a populációban, vagy pedig úgy terjed el, hogy az egyed a saját rokonát segíti, az ő szaporodási sikerét növeli, és ezáltal terjed a gén a populációban. Ez pontosan ez történik. Ezek az egyedek nagyon kis költségét fizetik ennek a viselkedésnek, mert ezeknél a madaraknál, tehát ezeknél a bozótszajkóknál nagyon kevés szabad territórium van. Tehát egy hím madár, az hiába kirepül a fészekből, hiába alapítan a saját családot és nevelne a saját utódait, egyszerűen nem tudja megtenni, mert nagyon kevés a szabad territóriumoknak a száma. Tehát sokkal jobban jár, ha ott marad a szülői háznál, és a következő generáció nevelésében segít. Tehát nagyon kevés kis költséget fizet az önálló szaporodás feladásáért, a jelenléte az viszont nagy mértékben növeli a szüleinek a szaporodási sikerét, és így tulajdonképpen a saját szaporodási sikerét. Tehát itt, ami a lényeg, hogy a rokonok azok egymás segítve teszik lehetővé a kooperáció kialakulását. Egy másik lehetőség, Eduardo Wilson, aki megint csak egy emblematikus alapja a viselkedésbiológiának, evolúcióbiológiának, az ő általa bevezetett többszintű szelekció. Ez azon alapul, hogy igaz, hogy a csoporton belül csalók terjednek el, hogyha viszont vannak olyan csoportok, amikben rengeteg segítő egyed van, akkor ezek a sok segítőt tartalmazó
csoportok, ezek sokkal több utódot produkálnak, mint azok, akik szinte csak csalókból állnak. És a csoporton belül csalók terjednek el, viszont a csoportok közötti szelekció révén a kooperátorok terjedhetnek el, tehát a segítő egyedek terjedhetnek el. Az, hogy kialakul-e a kooperáció vagy sem populációban, az tulajdonképpen az attól függ, hogy a két szinten, tehát csoporton belül és csoportok között milyen erős a szelekciós nyomás. Hogyha nagyon erős nyomás van a csalók, tehát a csoporton belül a csalók irányában, akkor a csalók maradnak a domináns stratégia, hogyha viszont a csoportok közötti szelekció az erősebb, mint a csoporton belüli, akkor a kooperatív viselkedés jelenik meg. Wilson azt mondja, hogy tulajdonképpen az emberi kultúrkört, gondolkodást átható kettőség, a jó és a rossznak a harca, az tulajdonképpen visszavezethető erre, hogy a csoporton belüli szelekció révén elterjedő viselkedésformák azok a rossz viselkedések, mivel az egyed érdekét helyezik előtérbe, míg a csoportok közötti szelekció révén kialakuló viselkedések az a jó viselkedés, mert az a közösség a csoport érdekét helyezi előtérbe. És az, hogy az emberi társadalomban nem dőlt még el ez a harc, hogy most jó vagy rossz, nyilván a jó felé azért elpillantunk, ez annak köszönhető, hogy a két erő között az egyensúly az eléggé jó, tehát eléggé egyensúlyban vannak ezek az evolúciós hatások, a csoporton belül és a csoportok között, tehát igazából mindig van lehetőség arra, hogy a csoporton belül azért megpróbáljuk ügyeskedni és megpróbáljuk csalni, de ez kiegyensúlyozza a csoportok közötti szelekció. A korai ember evolúcióját tartják az egyik legjobb példának erre a többszintű szelekcióra. A harmadik mechanizmus, ami biztosítja, hogy lehetővé teszi a kooperáció kialakulását, ez a kölcsönösség. Ez tulajdonképpen, amit már felvillantottam, van ugye a direkt kölcsönösség, amikor olyan egyednek segítek, aki korábban nekem segített. Hogyha ő segített, akkor én is segítek, és ez lehetővé teszi a kooperációt. És van az indirekt kölcsönösség, amikor arra figyelünk, hogy olyan egyednek segítünk, aki már segített valakinek. És tulajdonképpen itt, ebben az esetben, ez az emberi társadalomban nagyon jelentős, itt jön be a pletyka. Tehát nagyon szeretünk pletykálkodni, nagyon szeretünk figyelni a pletykára, mert az, hogyha meghallgatjuk a pletykát, az tulajdonképpen jelzi nekünk, hogy ki az az ember, akit érdemes a jövőben segítenünk, mert nyilván arról jókat mondanak. Aki nem segít a többieknek, rossz kooperátor, azokról a pletyka viszont elterjeszt, hogy ők rossz segítők, őket nem fogjuk segíteni. Tehát ennek a mechanizmusnak a hatására is megindulhatnak a kooperatív viselkedések. Ennek a két mechanizmusnak főleg az ember esetében van jelentősége, mivel elég bonyolult kognitív feltételeket követelnek meg. Emlékezni kell arra, hogy kik a társaim, tehát egyetfelismerés kell, kikkel áll a kapcsolatban, és azok mit csináltak velem, vagy a többiekkel. Az állatoknál valószínűleg kevésbé jelentős, de az embernél valószínűleg működik. Tehát ez a három fő mechanizmus van. Az utóbbi évtizede kutatásainak az eredményeképpen mind a három mechanizmus tulajdonképpen visszavezethető arra, hogyha a kooperáció költsége osztva a kooperáció nyerességével, tehát ez a hányados, ez kisebb, mint az úgynevezett összerendezettségi együttható, ami tulajdonképpen azt adja meg, hogy mi annak a valószínűsége, hogy egy segítő egyed, egy olyan egyed, olyan másik egyedet segít, aki szintén segítő, hogyha ez az összerendezettségnek a mutatója nagyobb, mint ez a költség hányados, akkor kialakulhat a kooperatív viselkedés. Tehát ez a lényeg, hogy a segítők azok megtalálják egymást, egymással lépjenek interakcióba, és ezáltal kizárják a nem segítőket. Ez a három mechanizmus, ez három különböző módot ad arra, hogy ez az úgynevezett összerendezettség ez megvalósuljon. Ez egy nagyon fontos felismerés. Egyrészt felhívja arra a figyelmet, hogy a ökológiai körülmények, illetve az életmenet, tehát az életmódnak a szerepe nagyon nagy lehet a kooperáció kialakulásában, ugyanis ezt a költséghányadost, ezt az élet, ökológiai körülmények és az életmenet tulajdonságok határozzák meg alapvetően. A másik fontos dolog, hogy az összerendezettség az nagyon fontos, de azt látnunk kell, hogy ez az összerendezettség, hogy láttuk is az előbb,
különböző mechanizmusokon keresztül, különböző viselkedési jellegeken keresztül alakulhat ki. Például a rokon felismerés egy ilyen mechanizmus, a populáció térbeli struktúrája egy ilyen mechanizmus, vagy egyszerűen a kognitív képességek megléte szintén lehet egy ilyen mechanizmus, ami utána lehetővé teszi az összerendezettséget, vagy asszortmentnek a kialakulását. Amit igazából egyáltalán nem tudunk, és talán a következő évek, évtizedeknek a vizsgálati iránya lehet, az az, hogy milyen körülmények között milyen mechanizmus biztosíthatja az összerendezettséget. Tehát mi az a körülmény, amikor a rokon felismerés, a rokon szelekció válik azzá az összerendező mechanizmussá, ami lehetővé teszi a kooperációt. Ezt elpillanat nem tudjuk. Milyen körülmény, amikor a kognitív képességek számítanak. Tehát ez egy fontos irány lehet, hogy milyen körülmények között, milyen mechanizmus révén alakul ki a kooperáció, és ez nyilván ez megint az ökológiai körülményektől függ. Erről megint nem tudunk semmit, hogy az hogyan befolyásolja, tehát az ökológiai körülmények hogyan befolyásolják ezeknek a mechanizmusoknak az evolúcióját. A másik nagyon fontos dolog, hogy a kooperáció az ugye a természetes szelekció hatására alakul ki, az összerendezettség szintén a természetes szelekció hatására alakul ki. Kérdés az, hogy van a kettő között bármilyen kapcsolat? Van-e valamilyen koevolúciós, együttfejlődési lehetőség a két tényező között? Tehát elképzelhető-e például az, hogy valamilyen véletlen hatásokra kialakul egy kismértékű összerendezettség? Hogyha van egy kismértékű összerendezettség, akkor érdemes egy kicsit kooperálni. Hogyha az egyerek már egy kicsit kooperálnak, akkor lehet, hogy érdemes még jobban összerendeződni, és ha még erősebb az összerendezettség, az még erősebb kooperatív lehetőségeket biztosít, és így a kettő hatás az tulajdonképpen egymást erősíti, egy pozitív visszacsatolás hatás, vagy pozitív visszacsatolás indulhat be, és nagyon könnyen kialakulhat az, vagy megjelenhet az, hogy egy rendezetlen, nem kooperatív populáció emiatt a pozitív visszacsatolási mechanizmus miatt nagyon gyorsan egy összerendezett kooperatív populációval alakul. Erről megint nem tudunk semmit, hogy nem sokat tudunk pontosabban, hogy hogyan működhet ez a koevolúció. Megint csak nem tudjuk, hogy ez a koevolúció az ökológiai körülmények között, körülményektől hogyan függhet. Ugye láttuk azt, hogy a kooperáció és az asszortment összerendezettség között van egy nagyon szoros kapcsolat. Amit mi vizsgáltunk, elmúlt, hát lassan is már több tíz év alatt, az, hogy a változatosság az hogyan befolyásolja ezt a kapcsolatot, illetve hogyan hat a kooperációk kialakulására, vagy magára az asszortmentnek a kialakulására. Jó? Ehhez először nézzük meg, hogy a változatosság az miért ennyire fontos, miért lehet ennyire fontos a biológiában. Alapvető tétel a biológiában belül az, bármennyire szeretnénk ettől eltekinteni, az, hogy a változatosság megkerülhetetlen. Hogyha csak belegondolunk abba, hogy a világon több millió, valószínűleg 10 millió faj létezik, amit a taxonomusok csak a morfológiai különbségek alapján sorolnak különböző taxonokba, különböző fajokba. Tehát ez egy óriási változatosság. És a változatosság nem áll meg, tehát nem csak a fajok különböznek egymástól, hanem nagyon pontos fajon belüli különbségek is találhatók. Ezek a bogarak mind egy fajhoz tartoznak, ezek a nőstények, ezek a hímek, különböző nagyságúak, de ami még fontosabb, hogy a hímek esetében a szarv mérete is teljesen más és más. Tehát egy hatalmas morfológiai változatosság létezik a fajon belül. Egy másik nagyon jó példa a fajon belüli változatosság, ez a fajzsoszankó, ahol a teljesen fehér begyfoltól a teljesen fekete begyfoltig szinte bármilyen átmenet előfordulhat. És a legújabb vizsgálatok például azt mutatják, hogy ennek a változatosságnak egy kromoszoma átrendeződés adja a genetikai hátterét, és ez tartja fent legalábbis mechanisztikus szinten a változatosságot. A változatosság nem csak a morfológiára, hanem a viselkedésre és a szociális viselkedésre is jellemző. Itt például a mezei veredek csapata nagysága van feltüntetve, ez a botanikus kertben végeztük ezt a vizsgálatokat. Látszik azt, hogy nagyon sok kis csapat van, de vannak viszonylag nagy csapatok is. Tehát van egy nagyon nagy változatosság magának a szociális környezetnek, hogy az egyed az milyen kis csapatban van, vagy nagy csapatban van. Ugyanígy egy szociális viselkedési forma, a potyázó viselkedés is,
elég jelentős változatosságot mutat. Erről azt kell tudni, hogy nagyon a verebeknél kétféle táplálkozási stratégia van. Van, aki saját maga keresgé a táplálékot, és vannak olyan egyedek, akik azt figyelik, hogy mikor talált a másik táplálékot, és hogyha látnak egy olyat, aki táplálékot talált, akkor következő képkockán az látszana, hogy ez rögtön ide szalad, és elkezd táplálkozni ebből a táplálékból. Tehát kihasználják a másiknak a táplálék keresési erőfeszítéseket. Itt jól látszik, hogy az egyedek nagy része az próbál úgymond becsületesen saját maga táplálékot keresni, de vannak jelentős számban olyanok, akik vagy mind a két stratégiát használják, vagy csak a kihasználó stratégiát. Hát itt is egy jelentős változatosság van a viselkedésben. Az legutóbbi évtized eredménye az, hogy az állatok azok nem csak úgy különböznek egymástól, hanem ennek a különbségnek van egy nagyon állandó, egy konzisztens jellege. Ezt a konzisztens viselkedésbeli különbséget az egyedek között ezt állati személyiségnek hívjuk. Nyilván nem véletlenül hívjuk személyiségnek, mert ez nagyon hasonlít az emberi személyiségre. Tehát azt mondjuk, különböző kontextusban vagy szituációban az egyedek hasonló módon viselkedhetnek. Kétféle szintje van a konzisztenciának. Az egyik az egyedi szint. Ebben az esetben az egyed viselkedése az hasonló a különböző szituációkban, kontextusokban. Tehát, hogyha különböző szituációk függvényében ábrázoljuk az egyedek viselkedését, akkor vannak egyedek, akik mindig mondjuk nagyon agresszívek, vannak, akik mindig nagyon békések, de nem változtatják a viselkedésüket. Van viszont egy csoportos szint, ami azt mondja, hogy az egyed viselkedése az változhat a szituációban, de a csoporton belüli pozíciója az mindig ugyanolyan lesz. Tehát itt különböző szituációink vannak, az egyed viselkedése az változik, de egy olyan egyed, aki az egyik szituációban békés volt, az egy másik szituációban is békés lesz a csoport többi tagjához képest, vagy aki egyik szituációban agresszív volt, az a másik szituációban is agresszív volt. Tehát ezt a csoporton belüli konzisztenciát tulajdonképpen ezt tekintjük állati személyiségnek. Nézzük erre egy példát, ez a nagyfejű csajkó, amit most vizsgálódunk. Ez egy nagy testű bogár, ami azért érdekes, mert egy érdekes utódgondozási viselkedése van. Egy ilyen járatot ásnak a talajba a hímek és a nőstények. A járatból kiindulva úgynevezett költőkamrákat hoznak létre. Ezeket a költőkamrákat, ennek a végére letette a nőstény egy tetét, utána feltöltik levelekkel, ezt ott megfermentálják tulajdonképpen, és utána ebben a kialakult komposztban, vagy mesterséges trágyában fejlődik utána az utód, a két bábozódik, és utána a következő tavasszal innen megy ki. Tehát rovarok esetében egy viszonylag bonyolult utódgondozású viselkedése van. Ezt vizsgáljuk ezt a bogarat ennél ebben az esetben, és kíváncsiak voltunk, hogy vannak ennél a bogárnál személyiség, tehát beszélhetünk a személyiségről. Ezt úgy végeztük ezt a vizsgálatot, hogy egy ilyen úgynevezett nyílt arénában letettük a bogarat, és utána a mozgását videókamerával rögzítettük. Ezt lekódolva megkapjuk, tehát ábrázolni tudjuk, hogy az egyed az milyen útvonalat jár be 10 perc alatt, és erről az útvonalról, hogyha ez megvan, akkor különböző mértékeket számolhatunk ki, és hogyha ezt többször elvégeztük, tehát egy egyedet többször megmértünk, mint hogy mi megtettük, akkor kimutatható, hogy a mértékeknek egy nagyon nagy része az erősen ismételhető, tehát az egyed az mindig ugyanolyan átlagsebességgel megy társaihoz képest, hogy ugyanolyan mértékben változtat irány egy bizonyos idő alatt. Ezeket a jellegeket össze lehet rendezni, és így lehetőség van úgynevezett személyiség tengelyeket definiálni. Ez a tengely az például az, hogy mennyi idő elteltével mozdul meg először az egyed, vagy mennyi ideig tart, míg eléri a falat. Ezt definiálhatjuk, mint egy félénkségtengely. Ez a sebességgel kapcsolatos dolgok, ez egy aktivitási tengely. Maga az, hogy mennyire meanderezik, mennyire cikcakba megy, ez pedig definiálható, mint egy felfedezési tengely. Tehát tulajdonképpen ezeknél a bogaraknál három személyiségtengelyt tudtunk azonosítani, amelyek mentén konzisálkednek. Jó. Hát személyiségben több kérdés van, ami érdekes.
Az egyik az, hogy miért konzisztens a viselkedés, tehát miért van meg ez a egyedek közötti állandó különbség. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye feltesszük, hogy a természetes szelekció az úgy működik, hogy maximalizálja a fitness. Tehát ez alapján azt várhatnánk, hogy egy adott szituációban az egyedek számára egyetlen optimális viselkedés lehetséges. Miért van mégis különböző? Miért viselkednek különböző az egyedek? Az egyik lehetőség az az, hogy bizonyos kényszerek akadályozzák meg, hogy az egyedek elérjék ezt az úgynevezett egyetlen optimális viselkedést. Hormonális hatások, az idegrendszer felépítettsége, a húzalozása magyarázhatja ezt, hogy különböző egyedek különbözőképpen viselkednek. A másik egy adaptív magyarázat, az azt állítja, hogy a különböző egyedek azért viselkednek különbözően, mert ugyan minden egyed a saját fitnessét próbálja maximalizálni, de mindegyik különböző állapotban van. Tehát vannak jól lakott egyedek például, vagy vannak éhes egyedek, vannak akik véletlen hatások, ha gyerekkorukban sok táplálékhoz jutottak, ők nagyra nőttek, tehát ők nagyok lesznek, vannak akik kicsit maradtak, és a különböző állapotban lévő egyedek számára más és más az optimális viselkedés. Tehát, hogyha az egyedek különböznek az állapotuk szerint, akkor nem meglepő, hogy különbözni fognak a viselkedésükben. És hogyha az állapot hatás, ez tényleg hosszantartó, az állapot különbség, akkor a viselkedésbeli különbség is hosszantartó. Másik érdekes kérdés, hogy hogyan maradhat fent többféle viselkedés, ez megint csak abból adódik, hogy a természetes szelekció alapján egyetlen viselkedés várnánk. Itt lehetnek külső hatások, szerepel például az ivari különbségek, gyakoriságfüggő hatások, hogy érdemes egy viselkedést akkor követni, hogyha ritkán fordul elő ez a viselkedés. Térbeli, időbeli változatosság generálhatja ezt a különbséget. Illetve lehetséges az, hogy nem egyensúlyi dinamika van, ami tudjuk ilyen ciklikus változásokat okozhat a dinamikában. Tehát sokféle viselkedés megmarad a egyensúly esetben. Ami minket igazából érdekel, az az, hogy mi a személyiségnek a hatása. Tehát milyen evolúciós hatása van. Nézzük meg azt, hogy miért fontos ez a különbség. Miért lehet az, hogyha miért lehet ennek evolúciós hatása. A sokszínűségnek alapvetően azért van nagy hatása, mert a sokszínűség, tehát a viselkedési vagy morfológiai különbségek megjelenése, az egy csomó új viselkedési lehetőséget tár fel. Például, hogyha egy populációban mindenki egyforma, akkor nincs értelme válogatni a partnerek között. Tehát a jelenlegi partnerem, hogyha rossz, nem úgy van, de hogyha rossz, akkor hiába hagyom ott, próbálok keresni egy másik partnert, az ugyanolyan rossz lesz, mivel mindenki egyforma populáció. Tehát nincs értelme válogatni. Ezzel szemben, hogyha a populáció az változatos, akkor megjelenik egy olyan lehetőség, hogy válogathatok a partnereim között. Tehát megjelenik egy újfajta viselkedés, ez az újfajta viselkedés egy újfajta szelekciós nyomást jelent a populációban, aminek a hatására teljesen más evolúciós folyamatok indulhatnak be. Egy másik fontos következménye az egyedi változatosságnak, különbségnek, hogy a megjelenik a specializáció lehetősége, például nagyon jól illusztrál ez a levélvágó hangyáknak a esete. Ugye vannak hatalmas méretű katonák, akik védik azokat a dolgozókat, akik kivágják a levéldarabokat, illetve védik azokat, akik hordozzák ezeket a levéldarabokat. És az ábrán nem látszik, de vannak olyan miniatúr dolgozók, akik ezeken a hatalmas katonákon ücsörögnek, és az ő feladat tulajdonképpen az, hogy a megjelenő parazita darazsokat előzzék a katonáktól. Tehát ez nagyon finoman szabályozott rendszer, aminek a kialakulása, működése azáltal vált lehetővé, hogy az egyedek különböznek egymástól. Tehát úgy tűnik, hogy a viselkedésnek tényleg nagy hatása lehet különböző evolúciós folyamatokra, különösen szociális viselkedések esetében. És megnéznénk a kooperációnak az evolúcióját, hogyan befolyásolhatja. Mennyi idő van? Jó, akkor egy modellt elmondok, és többi meg gyorsan átugunk akkor. Jó? Az egyik első modell, amit csináltunk ebben a témában, az azt nézzük meg, hogy a kooperációt hogyan befolyásolja a változatosság. Ez a modell ez nagyon egyszerű dolog. Az egyedek különböző menetben vesznek, tehát különböző számú meneteket játszanak egymással. A menetek maximális száma az fix, tehát az rögzített.
Az egyedek vegyes menetekben dönthetnek arról, hogy kooperálnak, vagy nem kooperálnak, és akkor itt látjuk, hat menet van, itt mind a hat menetben a két egyed az kooperál egymással. Az egyes stratégiája az az, hogy hány menetig kooperál. Hogyha egy menet, egy egyed, az kevesebb ideig kooperál, mint a maximális lehetséges kooperációnak a száma, akkor ő az utolsó menetben ő csal, tehát ez az egyed, ez két menetig kooperál, harmadik esetben csal, a másik az még kooperálna, de hogyha megtörténik egy csalás, akkor a pár az szétválik, és mindenki külön-külön folytatja. Tehát ez a modellnek a felállása. Ebben a modellben változtattuk a stratégiáknak a változatosságát, tehát tulajdonképpen a mutációs átát növeltük. Hogyha a populáció az nagyon egynemű, nagyon kicsi a populáción belüli változatosság, akkor szinte senki nem kooperál. Hogyha viszont növeljük a populáción belüli változatosságot, akkor egy határ elérése után szinte mindenki elkezd kooperálni. Ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy csak azáltal, hogy megnöveltük a változatosságot a populációban, teljesen megváltozott a populációnak a viselkedése. Miért van ez így? Induljunk ki abban az esetben, amikor nincs változatosság a populációban, tehát mindenki egyforma, itt ebben az esetben, tehát mindenki a maximális 6 menetig kooperál. Ebben az esetben mindenki egyforma, egy olyan stratégia, ami azt diktálja az egyedeknek, hogy csak 5 menetig, tehát a maximális menetszám mínusz 1, tehát az utolsó előtti menetig kooperáljanak, az utolsó menetben viszont csaljanak, ez nagyon sikeres lesz, mivel mindenki 6 menetig kooperál, hogyha valaki csak 5 menetig kooperál, az utolsó esetben csal, akkor a csalással nagyon nagy nyereségre tesz szert. Ugye ő megkapja a másik egyettől a segítésnek a hasznát, de nem fizeti a másik egyet segítésének a költségét. És ezért nagyon nagy hasznot megszer. Egy ilyen stratégia sokkal előnyösebb, mint egy végig kooperáló stratégia. Nem meglepő, hogy egy bizonyos idő után mindenki ezt a stratégiát fogja alkalmazni a populációban, tehát mindenki 5 menetig kooperál, utána csal. Viszont ebben az esetben egy olyan stratégia, ami megint egy menettel korábban kezd el csalni, az megint egy jelentős előnyre tesz szert a másik stratégiához képest. És hogyha ezt így folytatjuk, akkor nagyon gyorsan eljutunk oda, hogyha a populációban nincs változatosság, akkor nagyon gyorsan kialakul az, hogy senki nem kooperál. Ezzel szemben, hogyha a populációban nagyon jelentős a változatosság, akkor megjelenik a kooperáció. Ennek az az oka, hogy mivel ha valaki becsap engem, tehát csal velem szemben, akkor rögtön ott hagyom és egy másik egyedre kezdek el kooperálni. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogyha sikerül egy olyan egyeddel párbálnom, aki hosszú ideig kooperál, akkor én nagyon sokáig kooperálhatok, nagyon nagy nyereségre tehetek fel. Viszont hogyha véletlenül egy olyan egyeddel állok össze, aki rövid ideig kooperál, akkor nem kooperálom sokat, de ennek viszonylag kicsi a költsége, mert csak az utolsó menetben csalnak velem szemben, mivel utána ott hagyom a dolgot. És hogyha a populációban nagy a változatosság, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy az esélye annak, hogyha én ott hagyok egy átlag alatt kooperáló egyedet, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy a következő partner az egy átlag feletti szinten kooperál az a populációban. Okay? És ezért az én legjobb válaszom, legjobb döntésem ebben a szituációban az az, hogy növelem a kooperatív készségemet. Mivel hogyha én sokáig kooperálok, akkor nagy eséllyel találok olyan egyedeket, akik szintén sokáig kooperálnak, mivel nagy a változatosság a populációban, és ezért megéri sokáig nekem is sokáig kooperálnám. Tehát a legjobb válasz az lesz, hogy növekszik a kooperatív készség a populációban, és ez nagyon gyorsan oda vezet, hogy a populációban mindenki kooperálni fog. Csak azáltal, hogy nagy a változatosság. Tehát tulajdonképpen itt a egyedek közötti változatosság bevezetése az a jövőbeli várakozást változtatja meg, mert hogyha kicsi a változatosság a populációban, akkor tudom azt, hogy mindenki csalni fog a végén. Hogyha viszont nagy a változatosság a populációban, akkor meg tudom azt, hogy nagy esély van arra, hogy valakivel sokáig fog tudni kooperálni, tehát nekem is érdemes sokáig kooperálni. És csak ez a változatosság növekedés odáig vezet, nagyon gyorsan kialakul a kooperáció. Ami végén, tehát az összefoglalásként,
Összefoglaltuk, vagy áttekintettük a különböző olyan elméleti modelleket, amiben azt vizsgálták, hogy a populáció változatosság az hogyan befolyásolja a kooperációnak a kialakulását. 9 ilyen modell van. A populáció, tehát a változatosság forrása tulajdonképpen nem fontos, tehát lehet egyszerűen csak random zaj, mint az előző modellben láttuk a mutáció hatása, lehet állapotbeli különbségek, lehet a költségstruktúra beli különbségek adják a változatosságot. Ez tulajdonképpen lényegtelen, minden esetben segíti a változatosság a kooperáció kialakulását. Ami az érdekes, hogy a az egyedek közötti különbségnek azok az esetek nagy többségében, a modellek többségében azok konzisztensnek kell lenni. Tehát a modell csak úgy működik, csak úgy segíti a modellben a változatosság kialakulás, változatosság meglépe a kooperáció kialakulását, hogyha ezek a különbségek konzisztensek. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez az összefog, vagy ez az áttekintés, ez azt valószínűsíti, hogy az állati személyiségnek jelentős szerepe lehet a kooperáció kialakulásában. Tehát láthatjuk azt, vagy prediktálhatjuk azt, ez alapján, az eredmény alapján, hogy azokban a fajokban, ahol kooperatív viselkedés gyakran előfordul, ott jelentős személyiségbeli különbségeket találnak az egyedek között, illetve fordítva is igaz lehet, ahol jelentős személyiségbeli különbségeket találunk az egyedek között, az állatban a kooperáció sokkal gyakoribb. Az embernél ez a kettő talán passzol, tehát eléggé különbözünk személyiségben, és azért a kooperatív viselkedésünk az elég jelentős. Erről sem tudunk többet, tehát például erről nincs igazából empirikus vizsgálat, hogy ez működik-e vagy nem, vagy ez csak egy szép elképzelés. Jó? Végül össze. Foglalva. Tehát úgy tűnik, hogy az egyedek közötti különbség, különösen konzisztens különbség, az inkább normális, mint kivételes eset. Az ízelt lábúak között is most már nagyon sok faj, tehát legalább 60-70 fajra kimutatták azt, hogy van úgynevezett személyiségjegyük. A podobácsok volt az egyik példa erre. És a másik fontos konklúzió, hogy egyedek közötti változatosság az megváltoztathatja a szociális evolúció modellét, ami gond vagy lehetőség. Kevés modellünk van erre, tehát 9 modellt találtunk, és szinte alig van, igazából nincs empirikus vizsgálat erre. Tehát nem tudjuk, hogy ezek a modellek tényleg jól működnek, vagy nem, vagy csak egy szép elméleti képződmény. Jó, a legfontosabb, hogy a változatosság az fontos, tehát ezt nem elnyomni kell, hanem bátorítani kell, hogy egyedek között látunk. Jó, szerzőtársaim, támogatók, és végül szeretném megköszönni. Másrészt a visszacsatolásod, mert az megvan, tehát a mondhatjuk az rendezettségnek, de valahogy az visszacsatolás működhet. De túlszaladhat az visszacsatolás? Tehát van úgy, hogy jól boruló esetleg? Hát ezekben a modellekben nem. Mert itt úgy van definiálva, hogy minél jobb kooperálni, annál jobb. De igen, tehát elképzelhető, például a rákot tekinthetjük egy ilyen túlszaladott dolognak, ami az meg a pozitív visszacsatolásnak a megfordítása. Tehát mi a rák tulajdonképpen, az a testi sejteknek a kontrollal való kiszabadulása. Ugye a több sejtiség az úgy működik, hogy a szomatikus sejtek, azok visszatartják a saját szaporodásukat, a generatív vagy a reproduktív sejtek szaporodásának érdekében. De hogyha a szomatikus sejtek elkezdenek őrült módon szaporodni, akkor képződik egy tumor, és akkor ilyen koromboló válhat. De ezt inkább úgy foghatjuk fel, mint hogy megszűnik ez a kontroll.
tehát megszűnik ez a pozitív visszacsatolás, és egy negatív folyamat indul be. Az, hogy a változatosság és a kooperáció között pozitív visszacsatolás túlszal, szerintem nem, legalábbis nem látom, de nem tudom igazából. Azt mutattad az elején, hogy az érdekes modoraknak nagyobb perspektívájuk van. Jelezted is, hogy azok miatt. Akkor most azt kérdezem, hogy miért vannak még nem érdekes modorak? Tehát akik a kaderek konzervatóriumnak, mivel a lehetőségek van. Mert hát ezek szerint túl ideje. Így van, de hogyha azért megnézzük az énekes madárfajok számát és a nem énekes madárfajok számát, akkor tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy az énekes madárfajok száma az legalább 3-4-5-szöröse a nem énekes madárfajok számának. Tehát azért van egy folyamat, és úgy tűnik, hogy ez az éneklés, ez egy evolúciós újítás volt, ez valamikor a, valami sincs mikor, 30-40 millió évvel ezelőtt ütött be, és akkor az énekes madaraknak a száma az robbanásszerűen meg. Tehát ez valami miatt mégis egy jelentős tényező lehet. Hogy miért nem tűntek el a nem énekesek, és miért maradtak meg az énekesek, az nem elképzelhetetlen, hogy bizonyos körülmények között nem érdemes énekelni. Tehát például a vízimadarak között alig van énekes madár. Akik vízben élnek, az kacsafélék, a ludak, gázlók, de nehéz úgy énekelni, hogy a fejüket a víz. Tehát ott nincsen, tehát nem biztos, hogy minden körülmények között érdemes, ahol érdemes, ott viszont nagy mértékben el. Az érdekes az, hogy a maga az ének az tulajdonképpen egy minőségjelző dolog, tehát minél jobban tudja cifrázni a hím madár az énekét, az kimutatható, hogy annál jobb kondícióban van az agya. Tehát annál szimmetrikusabb például, vagy annál erősebbek az agyi területek. A visszacsatolás működésének el tudom kérdezni az altruizmus, hogy hogy annak milyen alapot szelekciós választott kifogatkozatra. A másik pedig egy egyszerű kérdés, hogy a V betűvel repülő vadbúdak esetében állandó egyik napról a másikra, állandó reaksolni. Nem. Hát váltják egymást, és ez is felfogható tulajdonképpen egy kooperatív viselkedésnek, a csúcson repülni az a legnehezebb. Most viselkedés evolúciót hoztál, de kérdezem a másik alapkérdést, hogy neked mi a vélemény, a horizontális géntranszfer lehetőségében az evolúció és a fajkövetőségében? Ez nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon fontos. Tehát a baktériumoknál az egyértelmű, hogy a horizontális gain transfer megvan, de hogyha csak megnézzük az eukarióta sejt kialakulását, az megint csak egy horizontális gain transferrel. Tehát azzal, hogy bekebeleztünk, vagy az őseink bekebeleztek ezeket a most mitokondrium-szerű sejteket, ez egy nagyon fontos horizontális gain transfer volt. Úgy tűnik, hogy például az ember esetében is jelentős a horizontális géntranszfer, tehát egyre több vizsgálat lát napvilágot arról, hogy a mi genomunkban például neandervölgyi ősembereknek a genom maradványai vannak, és épp most olvastam egy cikket erről, hogy legalább 3 esetben történt meg sikeres, tehát termékeny utódot létrehozó párzás neandervölgyiek és a mi, tehát a modern ember között. Sőt, a délkelet-ázsiai népeknél, ott például a Szibériában élő embertől és a modern ember között. Tehát még a mi az ember esetében is van szerepe. Nyilván nagyon keveset tudunk arról, hogy az állatvilág vagy növényvilág esetében mennyire fontos ez, de biztos, hogy jelentős szerepe. Másik az altruizmus. Az altruizmus, igen, ezt tekinthetjük olyan szempontból, hogy az altruizmus az túlpörgése a dolgoknak, mivel egyes egyedek azok teljes mértékben lemondanak a szaporodásukról. Tehát a mi saját testi sejtünk is tulajdonképpen ezt csinálják. De hogy ez mennyire túlpörgés, mert hogyha mégis azt nézzük, magának a csoportnak a szaporodási sikere, az mégiscsak sokkal jelentősebb, mint hogyha külön-külön sejtekből állnak, vagy egy hangyakolónia külön-külön egyedekből állna,
nem biztos, tehát még mindig nem tartanám túl. Az egyes szempontjából mindenképpen túlbőgés, tehát nyilván mi emberek nem szívesen élnénk egy olyan társadalomban, ahol mindenről le kell mondani a többi, tehát a csoport érdekében, hanem jobban preferáljuk ezt a kölcsönösségen alakuló kooperációt, ahol adunk, de kapunk is. Tehát ilyen szempontból ezt tekinthetjük túlbőgésnek, de a fitness szempontjából ez még mindig csak egy maximalizálat. De ez mindenképpen, igen. Tehát a csoporton belül biztos, hogy nagyobb a kompetíció, mint a csoportok között, már csak azért is, mert csoporton belül általában a szaporodási ráta, tehát az egyedeknek a szaporodási ütem az nagyobb, mint a csoportoknak úgymond a szaporodási ütem. Tehát ez mindenképpen hozzájárul. Igen. Hogy a korai egyesítések az időszakát ennek a jelentőségét hangsúlyozta, és ez tulajdonképpen humánban is embermaradkodásában ismert, hogy a terhesség alatti fejlődés és az akkor kapott életfeltételek ajattáplálkozása a betegségesen. És az első éves csecsemőkori táplálkozás hosszú távra meghatározza a terhesnek a magatartását, szívjátékos betegségeket, stabilizációs betegségeket. Tehát lehet bizonyos párhuzamok vanni a természetesen. Igen, tehát nem vagyunk nagyon különbözőek emberek, bármennyire szeretnénk ezt elvinni, de azért mégiscsak az állatvilág tagja. Nem annyira különbözőek sem, de hát tudjuk, hogy a fajok között a genetikai állomány azonossága valami fantasztikus, ami a százalékban. És a variabilitás az egy nagyon kicsi százalék. Igen. És hát én ugye az emberben természetesen, amit választottam, hogy ez természetes, amit én is tudom voltam, de nyilvánvalóan az ember próbálja ezeket a gondolatokat követni, és az, hogy a variabilitáshoz növeli a kooperáció, az egy szükségszerű szituáció. Hiszen ha változó egyedek vannak, az azt is jelenti, hogy az egyik nem csak több képességgel rendelkezik, hanem kevesebben is. Igen. És rászorul a másikra. Tehát ez egy érdekes gondolat. Igen. Én, mint minden biológus, madarászként kezdtem, aztán tovább tanultam, hogy mondják, hogy ahogy a madarászok azt mondják, hogy elbutultam. És a kezdetén a régi gimnáziumon alatt a mentorom, a Szép Tudottán ismerik itt is, ő a partifecske kolóniáknak a vizsgálatába vezetett, ahol rengeteg madár van együtt. Tehát onnan kezdődött ez a szociális viselkedés iránti érdeklődés. Utána vizsgáltam a verebeknek a szociális táplálkozását, tehát a potyázó kereskedőknek a kapcsolatát, és ott már megvan ez a kihasználás. Tehát a kooperáció kihasználás, ami tulajdonképpen az éremnek, ugyanannak az éremnek a két oldala, és akkor utána, ahogy kijutottam Bristolba, ott kezdtünk el ezekkel mélyebben foglalkozni. És akkor úgy eljutott végül. Konkrétan arra gondolok, hogy az emberek, ugye mi emberek sikeresen, hát
idéző többé kevésbé idézőjel, a sikeres, ugye beraktoztunk a kutyákra az életünk, és ugye millió változó kibelítettük, ugye ilyen tenyénk is öregektől, ugye a Bernátenyünk között ugye számtalan variációban, ilyen part, olyan part, ilyen szörű, olyan szörű. Most ha ezeket összeengedjük egy partába, ugye, akkor ott mi van? Akkor ahol van ilyen, hogy segíti a nagy, a kicsi, vagy megeszünk szépen. Ha szabadon szaporodnak, akkor nagyon gyorsan visszaáll ez a sakkászerű állapot. Tehát amit a Indiában látni a személytelepeken kóborkutyák. Tehát ez a tulajdonság. De a maga a kutyafélékre nagyon jellemző a egymás segítése. Tehát náluk például az afrikai vadkutyáknál vagy hiénáknál közösen vadásznak például. Tehát megvan ez a kooperatív viselkedés, és nyilván nem akkora a változatosság. De igazából nem tudok olyan vizsgálatról, ami nézte volna, hogy a kutyáknál. De ez lehet, hogy egy jó kísérleti rendszer lehet annak tanulmányozása, hogy a változatosság az meg kell igen, meg erre van egy érdekes, volt egy érdekes modellünk, ahol azt vizsgáltuk, nagyon-nagyon általánosságban a segítést, és ott az jött ki, hogy nagyon sok esetben kialakulhat kooperáció úgy is, hogyha nem tudunk adott emberről, hogy segítette vagy nem, hanem csak azt érzékeljük, hogy a szociális környezetünkben mennyi a segítésnek a szintje. És hogyha ez a segítési szint az elég magas, akkor nekünk is megéri kooperálni. Ez például ez ahhoz lehet hasonló, hogyha megyek haza fáradtan, viszok egy nagy csomag bevásárló dolgokat, elejtem a szajtot, szétgurulnak a dolgaim, hogyha valaki segít nekem összeszedni, akkor megyek tovább, és utána látom azt, hogy valaki, egy vakember át akar menni a kereszteződésbe, akkor nagyobb valószínűséggel fog átkozni. Ez talán működik, tehát legalábbis a modellek alapján működik, és a szervdonáció az lehet egy ilyen dolog. Tehát hogyha én azt hallom, hogy rengeteg embernek adnak szervet, tehát ez egy viszonylag általános a társadalomban, akkor valószínűleg én magam is nagyobb valószínűséggel fogom felajánlani. Hogyha azt hallom, hogy hát ez sehol nem működik, tehát senki nem ad senkinek, akkor valószínűleg az én döntésem, optimális döntésem is az, hogy akkor én sem adom. Ezt a média próbálta, ugye az utóbbi időben lehet látni, hogy a szakmai terápia és egyébként a végén van egy szintonáció, vagy mesevek valami, de nyilván próbálták ezen a... Ez így működhet, hogyha úgy érzem, hogy ez elterjed, akkor én is inkább hajlandó. Szóval, hogy most pillanatra elkezdtek a kérdések, de természetesen még kint az asztalon körül még van egy kis anyagunk, tehát még ezt elfogyasztva, én lehet folytatni ezt a beszélgetést, illetve még egyszer nagyon szeretnének ne kínálsítok és megtartottad ezt a gondolat, hogy ezt a adást. Köszönöm. Remélem, hogy még sokan próbálják tovább gondolni, amit hallottak a mai este. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.